Köszöntöm a Honvéd hét nézőit! A Honvéd Kadét programban szeptembertől már 9500 magyar fiatal fog a honvédelem hivatásával közelről megismerkedni, mondta Szalai Bobrovnicki Kristóf, a Kadét programhoz csatlakozó 150. iskola együttműködési megállapodásának aláírásán június 13-án Budapesten. Nem az a fontos, hogy milyen világot hagyunk a gyermekeinkre, hanem az a fontos, hogy milyen gyermekeket hagyunk a világra. És ennek a gondolatnak a keretében azt hiszem, hogy nem is találunk jobb számunkra, a mi szívünkhöz közel álló példát és egyben lehetőséget, mint a Honvéd Kadét program. És ezen belül ez a dicsőséges nap, hogy a 150. iskola csatlakozik ehhez a programhoz, a Hőgyes Endre Gimnázium Hajdúszoboszlóról, amely a Berettyó újfalusi tankerületi központ része. 150 iskola, amelyben így a csatlakozókkal együtt szeptembertől összesen 9500 magyar fiatal fog a honvédelem hivatásával közelről megismerkedni. Én azt gondolom, hogy a fiatalok, akik kadétakká válnak, azok minőségükbe, ha szabad ezt a kifejezést használnom, is a program eredményeképpen megváltoznak, javulnak, növekednek. Egész életükben, amit a katonaság nyújtani tud számukra, azt itt elég közelről megismerhetik, és hordozzák magukba azokat az értékeket, összetartást, bajtársiasságot, hazaszeretetet, amelyek bárhova is kerülnek aztán az életük során, nekik személyesen is értéket jelentenek. A Hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnáziumnak a oktatási céljai és nevelési céljai között szerepel a hazafias nevelés, és úgy gondoltuk, hogy ez a Honvéd Kadét program nagyon jó kiegészítője lehet ennek a képzésnek. Ennek köszönhetően a gyerekek nem csak elméleti gyakorlati képzésben részesülhetnek, hanem olyan közösségi programokat kaphatnak, amellyel többek és jobbak lesznek. Ugyanakkor felkészítjük őket egy lehetséges közép- és felsőfokú érettségére, amellyel tovább tanulhatnak a közszolgálati egyetemen, és a katonai pályát, mint hivatást választhatják maguknak. Hajdúszoboszlóról érkeztünk a Hőgyes Endre Gimnáziumból. Azért érdekel minket ez a kadét program, mivel nem csak nekünk, hanem az iskolának is rengeteg új lehetőséget nyit meg, és új kapukat tár ki. Azzal kapcsolatban, hogyha esetleg valamelyik diáktársunk a honvédséghez akarna későbbiekben csatlakozni, vagy a katonai pályafutást választana, akkor nagy sokkal több esélye lesz erre. Megújította együttműködési megállapodását a Honvédelmi Minisztérium és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem június 12-én. Az együttműködéshez a Magyar Honvédség is csatlakozott. A Honvédelmi Minisztérium, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Magyar Honvédség a mai napon abban állapodott meg, hogy a tisztképzés fejlesztését együtt képzeli el, ezt kiegészítve a kutatásfejlesztés és innovációs területtel és a tartalékos tisztképzés területével, ami új elemként jelent meg. Ennek a nagyon fontos megállapodásnak az aláírására a mai napon a Honvédelmi Minisztérium gyönyörű épületében, a várban került sor. A minisztérium részéről maga miniszter úr vett részt, és a honvédség részéről pedig altábornagy úr, a vezérkari főnök helyettese. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemet pedig rektorként jó magam képviseltem. Sokkal hatékonyabb lesz a honvédtisztképzés, és sokkal eredményesebben fogja azokat a célokat szolgálni, amelyek a haderőfejlesztés, illetve a haderőreformban megfogalmazottak elmúlt években. Az EUFOR Alta misszióban 23 nemzet működik együtt, szoros kötelékben, magyar vezetéssel. A sikeres közös munkatitka a szakmai felkészültség és egymás kölcsönös tisztelete. Riportfilmünkön keresztül betekintést nyerhetnek eme nem mindennapi együttműködés részleteibe.
együttműködés, ha nem csak gyakorlatról beszélnénk, akkor is fontos lenne, hiszen úgy tudjuk egymás gondolatait átadni a másik félnek, hogyha leülünk és egy dialóguson keresztül továbbítjuk azt a másik fél számára. Ez a kiképzés és a gyakorlatok tekintetében rendkívül fontos, hiszen önállóan a katonai szervezetek nem rendelkezhetnek olyan hatékony képességgel, katonai képességgel, mint közösen. Közös erőfeszítés ez mindig sokkal hatékonyabb, mint ha egyszer magába bárki is bármit képviselne. Ugyanakkor a feladataink végrehajtása során is nekünk támaszkodni kell a helyi erőkre, helyi szervezetekre. Adott esetben, amikor ezt használnunk kellene, nem árt, hogyha már előzetesen ezt a közös tevékenységet begyakoroltuk. Pillanatban 1600 beosztott emberünk van, ami változik, és leginkább felfelé, hogyha ugye a készenléti erők is kijönnek hadszintére. Ez egy nagyon nagy kihívás. 23 nemzet vesz részt ugye a feladatba, 23 féle gondolkodásmód, 23 féle kultúra, amit össze kell fésülni és meg kell feleltetni. Egy nagyon jó dolog van, hogy itt mindenki katona. És aki katonának áll, azért áll katonának, mert valamilyen szabály szerint szeretné élni az életét. Ezek a szabályok nyilván a katonaságon belül és hatványozottabban misszióban adottak. Itt is ehhez jól lehet igazodni, és én még nem láttam itt sem olyan nemzetet, akihez nem tudna igazodni, vagy nem illene bele ebbe a képbe. Alapvetően én kapcsolatot tartok minden nemzetnek a vezető altisztjével. Tagja vagyok az SNR meetingnek is, ugye a nemzetek vezetőinek a csoportjával, és rajtuk keresztül, ezen keresztül, a két csoporton keresztül igyekszem koordinálni a parancsnok elképzeléseit továbbítani a katonák felé, és azt gondolom, hogy ez tökéletesen működik. Nagyon jó az együttműködés. Én azt látom, hogy minden katona igyekszik a feladatát a lehető legjobban végrehajtani. Mindenkiről csak jó tudok nyilatkozni, tehát nincsenek problémák. Az, hogy különböző nemzetek, különböző kultúrák vegyülnek össze ebben az egy zászlóban, annyiban segíti a munkánkat, hogy jobban meg tudjuk érteni egymást, jobban meg tudjuk érteni az egész országot. 6 nemzet katonáiról kell gondoskodni és felelősséggel irányítani őket, amely több mint 700 katonát számol jelen pillanatban. The cooperation with Hungarian soldiers is very good. We training with the Hungarian army in Camp Butmir in February, and we had CQB training together, and we noticed that we have some TTP in common. Like us, they are very professional. We like to work with them. They are tough guys. The most important international cooperation. There is difficult between because there is different languages and different nation, different mentality, but we can learn each other and we can improve our TTP and our cooperation. Mindig nagyon jó érzés a Magyar Honvédséget képviselni külföldi misszióban. Több külföldi gyakorlaton vettem már részt, de ez az első külföldi misszióban. Ebben a misszióban most magyar a parancsnok, emiatt különösen fontos, hogy maximálisat nyújtsuk. Jó más nemzetekkel együtt dolgozni, hamar megtaláljuk a közös hangot szerintem. Mindenki egy célér van itt,
így tudunk együtt dolgozni. Talán a nyelvi nehézségeket mondanám, nem mindig tudjuk az angolt közösen megtalálni, mindenki máshogy beszéli, nem ugyanolyan szinten beszéli, vagy esetleg nem is beszéli a nyelvet, így ez szerintem ez a legnehezebb a közös munkában. Nekünk, magyaroknak és a magyar századnak a többi nemzettel együtt képesnek kell lennünk végrehajtani feladatokat, így közös kiképzéseket is végrehajtunk, aminek kapcsán jó lehetőségünk van arra, hogy megismerkedjünk a többi nemzetnek a felszerelésével. Ez azért fontos, hiszen hogyha együtt kell feladatot végrehajtanunk, bármilyen nemű feladatról legyen is szó, ismernünk kell az, hogy a mellettünk lévő ember, század, szakasz, raj mivel dolgozik és milyen képességekkel rendelkezik. Here we are the medical team from the Role 1 and our task is to support, to help all soldiers in the camp. We are responsible for them, for their health. If they have any problems, if they have emergencies, we are here. Only in the camp, not outside the camp. So if there are some problems outside the camp, that are the own teams from the nations and the helicopter. The helicopter is responsible for all soldiers and patients outside the camp. So we are in very close contact to paramedics and doctors in the camp from the other nations. And yeah, we take care of them. We are here 24/7 and with a duty shift of our team. We are 4 doctors here at the moment, 7 nurses and 4 drivers from the Austrian team and 1 complete team from the Hungarians. It's the first time for me to cooperate with them, and for me it's really a benefit. So I've been coming here for 15 years, the last 15 years I've been here, every year for 2-3 months, and it's the first time with the Hungarian team, and I have to say it's really great to work with them. Because at the moment the Hungarians are also at the Medevac helicopter, and so we have the team here, who can be the contact to the helicopter. It's really great. Because in the last weeks we have some really hard emergency cases and it was great to stay with them. And they always are here and always take care and it's very great to work with them here. I'm very happy. Alapvető dolgunk, feladatunk az, hogy ellássuk az egész tábort sürgősségileg. Illetve van egy ambuláns ellátási rend is, ami azt jelenti, hogy lehet jönni rendelési időben olyan problémákkal, amik nem igényelnek sürgősségi ellátást, tehát járóbeteg ellátást is nyújtunk. Együtt dolgozni ebben a Role 1-ben a nemzetközi tímmel német, görög és osztrák katonákkal szerintem nagyon jó, nagyon-nagyon szép dolog, mivel kicserődnek egymás között azok az információk, amik csak otthon elérhetőek. Segítünk egymásnak, részt veszünk egymásnak az ellátásaiban is sokszor, és nekem nagyon tetszik az, hogy végig tudunk kommunikálni, tehát hogy megbeszélünk dolgokat, megbeszélünk betegeket. Szakmailag is nagyon sokban hozzájárul a fejlődésünkhöz, hiszen mindenki más szakterületről jött. Én házi orvos vagyok, az eteres asszony szintén házi orvos, de van intenzív orvosunk, és a görög doktor úr pedig ideggyógyász. Tehát, hogyha valami olyan probléma van, akkor nyilván látjuk azt, hogy ő egy másik szakma hogyan reagál bizonyos problémákra, és ebből nagyon sokat lehet tanulni. Szerintem az együttműködés az teljesen tökéletesen működik más nemzet katonáival együtt. Dolgozunk osztrákokkal, németekkel, törökökkel, románokkal, tehát elég színes ez az egész Role 1. Alapvetően én úgy gondolom, hogy az együttműködés az tökéletesen működik, a nyelvi szinten is, meg szakmai szinten is. A közös nevezője a Szent Hörc Királyi Katonai Akadémiának és a Bocskai István 11. páncélozott hajdúdandár 39. lövészzászlóaljának. A helyes válasz Vadász Rihárd hadnagy, századparancsnok helyettes, aki 10. magyar honvédtisztként elvégezte a világ egyik legrangosabb katonai akadémiáját. Már fiatal koromban is igazából vonzott valamilyen szinten a kalandvágy, kívásulok keresése, úgyhogy így elmentem a Nemzeti Közszolgálati Emléknapjára,
ahol valóban rájöttem arra, hogy ez megközelítheti azt, amit én szeretnék tanulni. Úgyhogy így jelentkeztem az egyetemre. Igazából egy nagyon rövid történet, egy nagyon gyors döntésnek köszönhetően kerültem erre a pályára. 2020. augusztus 20-án avattak, és az első tiszti beosztásom szintén itt a 39-es lövészzászlóhajnál volt, szakaszparancsokként, első század első szakaszparancsokánál. Tehát én az elmúlt 4 évben ugyanannál a századnál szolgálok. 2022. márciusában érkeztem haza Koszovóból. Koszovó után kaptam a megkeresést, hogy kiválasztásra kerültem a Szenthurst Királyi Katonai Akadémiára, mint tisztjelölt, és a kiválasztási folyamaton végigmentem, ugye szükséges volt fizikai felmérő, illetve nyelvi felmérő, valamint az eddigi tapasztalataim sugallták azt, hogy valószínűleg alkalmas leszek az akadémián való tanulásra. Magyarországon a tisztképzés az 4 év, egyetemi képzés, kint Angliában ez csupán 44 hét, viszont az a 44 hét az semmilyen más adalékot nem tartalmaz, kizárólag azt, amit egy szakaszparancsoknak tudnia kell. Az akadémián minden nap, beleértve a szombatot és a vasárnapit is oktatás van. Ez nagyjából reggel 6-tól este 9-ig tart, ez több mint 15-16 óra munka egy nap, úgyhogy folyamatosan az ember stressz alatt van. Nagy a nyomás ugye, hogy az embereket majd később olyan beosztásba tudják helyezni, ahol szükséges a nyomásnak a tűrése. Nagy-Britanniában a gyakorlatok nagyon komplexek, tehát nincsen a feladatok végrehajtása között úgymond admin szünet, hanem folyamatosan feladatból feladatba lépünk. A feladatok között is folyamatosan fenntartjuk a feladatoknak a harcszerű jellegét. Miután visszatértem, ugye századparancsok helyettesként tevékenykedek most. Jelenleg júniusban 4 hetes parancsoki szakalapozó képzésen veszünk részt. Jelenleg ez történik. Mai nap folyamán parancsoki felderítést fogunk gyakorolni, illetve délután folyamán végrehajtani. Fontos lépés a Magyar Honvédség tüzérségének megújulásában. A napokban 13 gidrán harcjármű gördül be a Tatai Klapka György első páncélos dandár laktanyájába. A Vitéz Barankai József első önjáró tüzérosztály eszközei új képességeket is jelentenek, hiszen különféle típusai mobil tűzvezetőpontként, figyelőpontként, illetve üteg- és szakaszparancsnoki pontként is alkalmazhatók. A mai napon beérkezett az első 7 abból a 13 gidrán harcjárműből a Tatai tüzérosztályhoz, amelyek egy újabb lépcsőfokot jelentenek a magyar tüzérség fejlődésében, fejlesztésében, hiszen februárban megkezdődött az alapkiképzése, miután áprilisban befejeződött, melynek keretén belül több mint 260 közkatonával erősödött az osztályunk, így a szaki képzés, ami jelenleg is zajlik, most már az új haditechnikai eszközökre fog történni. Ebből a 13 eszközből lesz 4 darab, ami mobil tűzvezetőpontként fog szolgálni. Vannak benne szakaszparancsnoki, illetve ütegparancsnoki harcjárművek, illetve még belövésérzékelővel felszerelt harcjármű is van. Egy új harcjármű rendszer beállításakor az első lépések egyik legfontosabbika a kezelők vezetési rutinjának megszerzése. Az elmúlt héten a Klapka György első páncélos dandár egyik legkorszerűbb eszközével, a Leopard 2 A7 Hú típusú harckocsival gyakorolják a harcjárművezetők többek között a közúton való közlekedést. Ez az első alkalom a Leopard 2 A7-es harckocsival, hogy vezetési gyakorlat kerül végrehajtásra. A mögöttem látható eszközzel, a DTT-vel, ami alapvetően egy kabinnal van felszerelve, ahol az oktatóvezető helyezkedik el. A járműnek a sajátossága az az, hogy az oktatóvezető fönt foglal helyet az oktatandókkal együtt, és képes belenyúlni a különböző folyamatokba, pedálokkal, illetve a kormánnyal, csak úgy, mint egy civil gépjárműnek a vonatkozásában. A mai vezetési gyakorlat a KNDS-nek a tervei szerint kerül végrehajtásra. Közúton történő vezetés lesz majd a főcsapás irány, ami kihívás lesz, hiszen eddig még közúton nem vezettünk láncos technikát. Ennek az az oka, hogy korábban rendszeresített T-72-es nem rendelkezett gumibetétekkel, tehát a közúti forgalomban nem tudtuk használni, ellentétben az új eszközökkel.
Önök a Honvéd hét műsorát látták. Hírösszeállításunkkal jövő héten újra jelentkezünk. A haderő híreit addig is nyomon követhetik a honvédelem.hu hírportálon, valamint közösségi oldalainkon is. Köszönjük szíves figyelmüket, viszontlátásra!